Hello, mindenkinek is ez kutyavál, és ma egy újabb rész, vagyis egy újabb gameplay. Call of Duty Modern Warfare 2. Remélem, hogy tetszeni fog, mert én szeretem ezt a játékot, nem is vagyok annyira jó, de mindegy. Na. Ma egy nagyon szar téma lesz, amiről beszélni szeretnék. Na. Szóval, bannolva lettem Nugget Craftról. Mind a két szerverről. Mert mind a két szerveren volt veterán rangom, direkt kiadtam pénzt a szerverért. És ja. És bannoltak S1-ről, meg S2-ről, mert S1-en PvP-ztem egy ilyen gyakossal, és közben a veterán speed be tudja érni, hogy speed 1, speed 2, speed 3. Na. De közben sehol se írja, hogy nem szabad speedelni. Közben nem írja sehol se, hogy nem szabad speedelni. És, ja, azért bannoltak. És mert lekoptattam a szettjét a buzinak. És erre összeültek a barátok, Teamspeak-en, és ellenem valamit magyaráztak az adminoknak, és azért bannoltak a mucsukok. Várja, nem jó, nem bírja. Na, és azért bannoltak engem most. Na. Mindig hazudni kell, gyerekek, mindig hazudni kell. És meg azt is mondta, hogy hacker vagyok, akkor már nem hackkelek, már 1000 éve. Na, ilyen buzi gyerekeket nem látta. És persze, még az adminok hallgatnak is rá. Meg se kérdeznek, hogy tényleg speedeltél, vagy hackkeltél, vagy izé. Csak egyből kibanolnak, hallod. Fel is megyek Teamspeak-re, Scorpionnak szólok, hogy kérlek szépen, gyere beszéljünk. Most nem érek rá, most beszélek a buzi meleg barátommal, Harakkal. Mondjuk Kiuske, se különb, amúgy. Ő se különb. Mindegy kutya az egész. Nugget Craft egy nagy szar. Nem érdekel, hogy mennyi dislike-ot kapok, vagy mennyi like-ot kapok. Leszarják az adminok a hackereket. Tazd meg. Hagyjuk ma. Szóltam ki Jóskának, gyere kérlek fel, Skype-öpér, már itt van egy hacker. Azt írta, azt válaszolta, hogy hagyjál már. Ha megvan még a screenshot, akkor itt lesz a videóban, megmutatom. Felmegy Teamspeak-re, Scorpio, kérlek szépen. Miért bannoltál? Mind a két szerverről. Örökre. Azért, mert a Harak, meg a barátjai azt mondták, hogy speedeltél, speedcast kettőztél. Mert a veterán ugye be tudja írni azt a parancsot. Veteránom volt a legjobb rang. Direkt én adtam azt a pénzt. Érte? Nagy szart kaptam a szerveren, egy nagy szar a Nugget Craft. Csoda, hogy még a Humankrafthoz tartozik. Amit még mindig nem értek. Miért tartozik még mindig a Minecrafthoz? Gyertek Minimániára! Nem olyan köcsögök az adminok. Egy cseppecse köcsögök ott az adminok. Minimánián. És a Camtasia Studio 8 egy szar. Nem fogok többet vele videózni, az biztos. Nem tudom mozogatni rendesen a
Egeret. És bebagolt a játék alatt. Na, ezt szerettem volna mondani, hogy bannoltak, mindegy, úgyse szerettem játszani azon a szerveren. Mióta az a Kioska buzi, aki kinyalta, segít az adminoknak, hogy ő is admin legyen, azóta én a szar a szerver. Azok a régi szép idők, akkor még jó volt a Nuget. Most én nagy szar, én nagy fos lett. Nem is érdekel, mit mondtok, hogy hány dislike-ot kapok. Csak úgy bannolnak, hallod, de játsszuk a barátokkal. Adtam nekik cuccokat, amit én farmoltam, hallod. Meg Speed 2, gyorsaság 2-es potit adtam nekik. És kibannolják, hallod, a barátomat. Mert én adtam, és szóltam még az adminnak is, hogy kérlek unbannol, mert én adtam neki. De hiába beszélek én. Nem hallgatott rám senki, úgyhogy mindegy. Nincs mit. Nuggetcraft, nagy fasz vagy. Nullák vagytok. Fossok vagytok, az egészen. Nullák. Számba se veszik. Nem is veszik számba az adminok a játékosokat, hallod? Nem is hallgatnak a játékosokra. Érdekes, egy ilyen buzi gyakosra, meg a barátjaira, ha hallgatnak, akik úgyis speed hackelnek meg minden. Az ilyenekre hallgatni lehet, igaz? Az ilyenekre hallgathattok. Á, mindegy, egy nagy fos az egész. Szerintem ne játszatok többet Nuggetcrafton, mert úgyis kibannolnak ezt. Úgyis, egyszer. Hallod? Beértem a Speed 2, mert kihívott ez a fos gyakos, aki klikkeket, meg neki is Speed 2-je volt. Hallod, kihív engem 1v1-re. Gondoltam, hogy én is most már Speed 2-zök. Milyen baj lehet belőle, sehol se írta, egy tábla se volt ott, hogy kérlek, veteránok, ne Speed 2-zetek, vagy speedeljetek. Sehol se írta. Előbb. Nagy szar a Nugget. Nincs annyi lehetőség. Gyertek Minimániára. Az jó. Az jobb szerve. 100 000 szó jobb. 100 000 szó. Nem mint az a Nugget. Nem éri meg azon játszani. Szerintem ne játszatok azon. Fos az egész. 8 éves gyerekekre kell hallgatni. Azért bannol. Amúgy egy gyakos egy 8 éves gyerek. Feljön a szerverre és egyből azt mondja rám, hogy buzi. Gyere, egyre kutya. Dögöljön meg. Gyerek. Nulla. Utána még elfut és jön a barátja full gyémántszedbe. Én már le voltam kopva. Eléggé. Még volt egy pótszettem. A gyakos futott már el. És akkor biztos TSM voltak, és biztos hívta a barátját. Azt a buznyákot. Panok. Nulla. Nullák ezek. Ezek ilyen kis 8 éves gyerekek, akik nem tudnak játszani a Minecraft-tal. Vagy a Minecraft-tal. Én már 6 éve játszok a Minecraft-tal, amikor még Cave Game volt a neve, de és még azt mondja rám, hogy kutya, te nulla vagy PvP-be. Látszott nagyon gyakos, 2v1. Végén elfutottál, aztán hívtad a barátodat, hogy győzön le engem. Annyira buzi vagy. Annál nincs buzibb gyerek, mint te. Te meg a Foxylix, a meleg társad, biztos valamit megint hazudhatok, haraknak vagy skorpiónak, hogy bannoljon. Köszönöm a megtekintést, kutyapál voltam, és basszátok meg Nuggetcraft.